A migráció mellett komoly gazdasági veszélyt jelent a közép-kelet-európai országokra, az is, hogy az unión belül hogy tudják magukat pozícionálni. Erről beszél Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára Szekszárdon. Egy alárendelt, kevés hozzáadott munkaértéket termelő, inkább összeszerelő üzemként működő térségről lesz a szó, vagy megtaláljuk azokat a kapaszkodókat, ahol mi tudunk gyakorlatilag másokkal összeszereltetni. Emellett a folyamatosan és gyors mértékben öregedő és csökkenő lélekszámú társadalom is hatalmas kihívás elé állítja a hazai politikai döntéshozókat. A kutató úgy fogalmazott, a felmérések azt mutatják, hogy a nyugatra vándoroltakat szinte lehetetlen hazacsábítani, és bár a lakosság erősen polarizált, mégiscsak a migráció jelentheti a megoldást. Túl a gyermek szám növelésen, meg túl az egészség növelésen, ami meghosszabbítja az életünket, valószínűleg nem lehet kizárni teljesen is elutasítani a bevándorlást, mert másképp ez a térség gyakorlatilag, hogy mondjam, ha nem is el fog fogyni, de olyan jelentős népesség csökkenés szenved el, aminek nagyon komoly következményei lesznek. A szakértő szerint a migráció hatékony kihasználására jó például szolgálhatna Magyarország számára Ausztria és Csehország, ahol főként ukrán bevándorlókkal sikerült megoldani a magyar gazdasági és demográfiai problémákhoz hasonlóakat.